Március 1-én az Ormai Csarnokban került sor az U21-es országos bajnokságra, amelynek késő este lett csak vége. Az elhúzódó program miatt a versenyszervezők napközben úgy döntöttek, hogy 4 helyet elég 3 szettet nyerni a továbbjutáshoz a kieséses szakaszban. A maratoni versenyt a nőknél Imre Leila bírta a legjobban, és a decemberi versenyek versenye után újabb trófeát gyűjtött be. A szekszárdiak fiatal reménysége a döntőben a statisztikás Fehér Orsolyát győzte le. A bronzérmek Menkő Veronika és Nagy Pál Márta nyakába kerültek. A férfiaknál az egyaránt Németországban légióskodó Kovács Sebestyén és Bruckner Máté jutott a fináléba. A jócskán 10 óra után rendezett címmérkőzést Kovács nyerte meg 3-1-re. A dobogó harmadik fokára Timafalvi Gergő és Juhász Patrik állhatott fel.